Juhász Péter bejelentése szerint október 23-án a Szabadság összeköt 1956-2013 címmel közös demonstrációt fog tartani a balközép ellenzéki oldal, szinte mindegyik pártja. Erről és az ellenzéki összefogás további sorsáról beszélgetünk elemzőkkel, Magyar Kornéliával, a Magyar Progresszív Intézet igazgatójával és Szakács Andrással, a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzőjével. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mire véljük ezt a nagy közös demonstrálást? Ez esetleg egy újabb fejezet az ellenzéki összefogásban, és további következtetéseket lehet levonni belőle, vagy ez egy önálló történet? Hát alapvetően azt lehet látni, hogy volt egy igény a választók felől, amikor ugye felmerült pár hónappal ezelőtt, hogy lesz egy előválasztás, akkor nagyon kemény, a választók részén nagyon kemény ellenkommunikáció volt, hogy nem kell vita, nem kell előválasztás, tessék összefogni, az a lényeg, hogy le legyen váltva az Orbán kormány. És ez úgy látszik, hogy erre most már szépen lassan elkezdtek reagálni, tehát nem véletlen, hogy megtörtént ez az összefogás, megtörtént ez a közös tüntetés. Egyébként az az érdekes, hogy ez a tüntetés egy megemlékezés fog létrejönni. Ugyanakkor a magyar népélektől, illetve a magyar történelemből ez egy megszokott dolog, tehát ha megnézzük, akkor Széchenyinek a temetésén is egy kvázi ellentüntetés alakult ki. Én azért annyiban talán kiegészítést tennék, hogy ugye ez nem csak az előválasztásról szólt, hanem általában arról az utóbbi hónapoknak, az utóbbi egy évnek a stratégiája, hogy akkor együtt menjenek, külön menjenek, külön listán szerepeljenek, szóval hogy milyen is legyen ez a pártszövetség, egyáltalán legyen-e. És én ott azért egy zárójelet tennék, hogy szerintem ez nem a választói nyomás, hanem a véleményvezéreknek a nyomása, és azért itt különbséget kell tenni, és lehet, hogy a véleményvezérek majd tévednek, amikor arról van szó például, hogy kik legyenek benne ebben a pártszövetségben. Úgyhogy az a nagyon erős nyomás érkezik a pártok felé, hogy össze kell fogni mindenki, a lehető legszélesebben, még a DK is benne van, a smukféle párt alakulat is benne van, szóval, hogy ezeket mind-mind egy kalap alá kell venni, és én nem vagyok abban biztos, hogy egyébként ezt majd a párt preferencia, vagy a választás, ezt majd vissza fogja igazolni, hogy valóban ilyen szélesre van-e szükség, mert van egyfajta nyomás nyilván a választói rendszer felől, hogy ugye egyik nagy tömb egy másik nagy tömbbel szemben mérkőzzön meg, de közben én azt gondolom, hogy ezért bizonyos konstelláció már akár taszító is lehet a választók szemében. Arra van választói nyomás, hogy ennyire széles legyen az összefogás, amiben Schmuck Kandortól Fodor Gáborig mindenki benne van, vagy azt a nyomást érzékelte mondjuk az MSZP meg az Együtt PM, hogy Gyurcsány Ferenc demokratikus koalíciójával kezdjen valamit, és a többieket azért hívta rögtön oda a színpadra, ugye voltak ilyen jellegű sajtóértesülések is, hogy valahogy megpróbálják Gyurcsányt elrejteni ott a sok szereplő között, hogy ne csak ő az, aki legyen az, aki még pluszban oda kerül a Mesterházi Attila és Bajnagi Gordon által fémjelezett összefogáshoz, hanem akkor, ha már a DK-t nem lehet megkerülni, akkor jöjjön mindenki. Az elmúlt hetekben és hónapokban a Gyurcsány Ferenc elképesztő kommunikációs kampányba kezdett. Rendkívül agresszíven, de természetesen nem fizikailag agresszíven, hanem agresszív kampánytevékenységet folytatott. Ugye a tegnap esti bennalvás is egy ilyen akciózás volt, illetve tényleg nem fél kimenni a különböző kitelepülésekre, tehát legutoljára is a Szabadság téren is volt, nyíltan oda lehetett hozzá menni. Őben túllépett gyakorlatilag azon, hogy körbeugrálják, akár összöd miatt, akár bármilyen probléma miatt. Úgyhogy valószínűleg igen, azért kellett egy széles összefogás, hogy valamilyen szinten eldugják Gyurcsány Ferencet, de kirakni, tehát gyakorlatilag teljesen kitolni ebből nem lehet, mert hihetetlen erővel jön föl, miközben a másik, a főszövetség és az Együtt PM meg jelenleg stagnál, vagy leginkább csökken. Hát én ezt a hihetetlen erővel való felvetelt én nem látom, lehet, hogy másfajta számokat olvasunk, szóval hogy én egyelőre azt látom, hogy továbbra is 2%-on mérik a DK-t, és vagy 1-2%-on van, ugye, és ez persze egy hit, és látszik az, hogy Gyurcsány Ferenc iszonyatosan kampányol, akár igazad is lehet, de én a számokban ezt nem látom, hogy olyan az én elképesztő növekedés ez bekövetkezett volna. Az ő problémája ugyanaz, mint ami 2 évvel ezelőtt a megalakulásukkor volt, hogy azért az ő személye még mindig taszító, az egyik legelutasította politikusról van szó, és független attól egyébként, hogy mit mond, hogy az mondjuk helyesen találkozik-e a választóknak a percepciójával, egyszerűen nem mindegy az, hogy ki mondja ezeket a mondatokat. És én azt gondolom, hogy ez egy továbbra is egy akadály, lehet, hogy le tudja győzni, de azért ott még mindig lehet összöddel, 2006-os eseményekkel, még mindig sorokban lehet szólítani, úgyhogy én nem gondolom azt, hogy itt egy teljesen intakt és tiszta szereplőről beszélünk, akit immáron most már nem kell ezeket a kérdéseket neki föltenni. Szerintem ez az egyik legfontosabb kérdés, hogy ezekkel hogyan birkózik meg, hogy ezt el tudják-e neki felejteni a választók, és hogy képesek-e egy olyan, mondjuk azok a szavazók, akik
aki 2010-ben a Fideszre szavaztak pont Gyurcsány Ferenc miatt, és akit egyébként ez a szövetség megcéloz, vagy megcélzott, hogy ezt visszaszerezze, hogyha Gyurcsány is benne van ebben a szövetségben, akkor oda szavaznak-e. Tehát van egy szükségszerűség a választójogi rendszer miatt, és van ez a nagyon nagy kérdés, hogy vajon oda szavaznak-e akkor, hogyha benne van. De hát ez persze nem csak Gyurcsány Ferenc problémája, ez a többiek problémája, Bizony. Vagy talán leginkább az övék. Mit tudnak kezdeni vele? Hát mindenkinek más stratégiája lehet. Hogyha jól értem, akkor elsősorban a legnagyobb szereplőnek, az MSZP-nek van ezzel dolga, hiszen, hogyha jól tudom, akkor úgy köttetett meg ez a megállapodás az Együtt PM és az MSZP között, hogy eleve az a 4 mandátum, amit a DK-re és a többi pártra szánnak, akkor az ott maradt az MSZP-nél. Tehát én azt gondolom, hogy például az Együttnek már nincs... Hát meg nincsen nagyon hova hátrálniuk, hogy ez a 31 egyéni választókerület, ez majdnem a végén van, tehát 27 egyéni választókerületi jelöltség kell ahhoz, hogy országos listát tudjanak állítani, és a töredék szavazatokból részesülni tudjanak. Tehát, hogyha ez nem így van, azt gondolom, hogy már nagyon nem tud hova. Lehet még egy-két egyéni választókerülettel még bizniszelni, de én azt gondolom, hogy elsősorban itt az MSZP-nek van tenni valójában az ügyben. Ugye arról már egy ideje hallunk, hogy az utolsó pillanatban az egyéni választókerületekben azért valószínű, hogy lesznek visszaléptetések, hiszen az öngyilkosság lenne az ellenzék részéről kétségkívül, hogyha sok körzetben DK-s jelölt indulna az MSZP együtt szövetségben induló jelölttel szemben, de lefutott-e vajon az a kör, hogy MSZP-DK lista lehet-e még? Tehát, hogy listán lehet-e megállapodás, vagy még ez is nyitott kérdés? Visszacsatlakoznék ahhoz a számokhoz. Mi folyamatosan nézünk, tehát monitorozzuk az internetet, és azt lehet látni, hogy a DK, illetve Gyurcsány Ferenc óriási előretörést ért el. Lehet, hogy valóban a telefonos lekérdezésekben nem jelenik meg, de az interneten eddig nem tapasztalt pozitív visszajelzés volt Gyurcsány Ferenc, illetve a DK irányába, és ami az érdekes, hogy a DK gyakorlatilag kilőtt Gyurcsány Ferenchez képest is. Tehát maga a szervezet valamilyen szinten ki tudott lépni Gyurcsány Ferenc árnyékából az interneten. Hogyha ez áttevődik... Ez miben nyilvánul meg az interneten? Az interneten a pozitív visszajelzések. Tehát mi azt nézzük, hogy a különböző blogbejegyzések, Facebook kommentek, illetve különböző cikkek, akár főcímoldalak, milyen relevanciában, tehát milyen, hogyan értékeli pozitívan vagy negatívan Gyurcsány Ferencet és a demokratikus koalíciót. De Kornéli az előbb azt mondta, hogy itt nem biztos, hogy a társadalomról van szó, lehet, hogy véleményvezérekről van szó, vagy az értelmiség, az elit, a politikai réteg egy bizonyos részének a nyomásáról. Ezt hogy lehet az interneten megkülönböztetni, hogy a DK aktivisták aktívak-e, most egyszerűen fogalmazva, vagy pedig a társadalom? Nem, tehát nem súlyozzuk azt, nem nézzük meg azt, hogy csak a DK oldalait, csak a DK Facebook oldalait, hát hanem az egész Facebook oldalait. De mondjuk a hírhatár, vagy tehát, hogy azért vannak nyilván olyan blogok, mindegyik, nem mindegyik blog, ez nem igaz, de azért vannak olyan blogok, amiről tudható, hogy egyik vagy másik párthoz közel áll. Ugyanígy a DK-nak is nyilván van ilyen típusú, úgyhogy azt mondom, persze erről lehet vitatkozni, meg egy érdekes felvetés, csak nekem ebből még mindig nem derül ki például az, hogy a DK hogyan is vált le Gyurcsányról. Tehát, hogy a legnagyobb problémája, hogy a pártelnök az, aki, miközben ez a legnagyobb előnye is közben, tehát, hogy Gyurcsány nélkül gyakorlatilag nem definiálható ez a párt, ezért azok az elképzelések, hogy a DK-t majd jól beveszik a szövetségbe, de Gyurcsányból nem kérnek, ez teljesen abszurd, tehát ilyen szerintem ez nem is létezik, úgyhogy én ezt a mechanizmust ezt nem nagyon látom, vagy nem, én ezt még nem tapasztaltam eddig, hogy ez így megnézni az utolsó felmérésünket a honlapunkon, ott lehet látni a statisztikákban, ami körülbelül 2-3 napja jött ki, hogy az hónap első felébe, tehát a szeptember hónap első felébe a demokratikus koalíció nem csak a saját rétegében, hanem a különböző internetes szférában is abszolút pozitívan. Egyébként ez amikor a újra fölverült ez az DK-MSZP-nek az összefogása, nagyon pozitívan az interneten nyilatkoztak arról, hogy igen, össze kell fogni, igen, a DK-nak vannak lehetőségei, és hát, ott mindig a DK-t hozták be, és nem Gyurcsány Ferencet. Ez a véleményvezérek nyomása, erre mondom azt, hogy persze, de ez nagyon régóta van ez a nyomás, hogy nagyon a legszélesebb összefogást kell létrehozni, azzal a percekről gondolják ezt, hogyha minden szereplő ott van, akkor a lehető legtöbb szavazatot lehet begyűjteni. Ez elképzelhető, hogy így van, de mondom, én azok, akik 2010-ben a Fideszre szavaztak, de már csalódtak a Fideszben, az ő meghódításuk vagy elcsábításukra azt gondolom, hogy ez a koncepció az alkalmatlan. A legnehezebb helyzetben egyébként talán Bajnai Gordon lenne, hiszen hogyha létrejön egy ilyen összefogás, akkor ő hogyan fogja elmagyarázni ennek a rétegnek, egyébként ennek a rétegnek körülbelül, akikről Kornélia beszél, akiket megcélzott, a korszakváltás fogalmát, amit a zászlóra tűztek az Együttben.
Bocsánat, szerintem ezt úgy tudja megtenni, hogy külön listán indultak. Tehát a külön listának nagyon sok hátránya van, de ez például pont egy előnye, hogy azt tudja mondani, hogy az én listámon nincsen rajta. Tehát az én listámon nincs ott a DK. De azt nem tudja mondani, hogy és majd mi egyedül alakítunk kormányt. Ezt nem tudja mondani, de azt tudja mondani, hogy minél többen szavaznak az Együtt PM-re, annál nagyobb az esélye, hogy nem kell például koalícióra lépni vele. De jó, meg is érkeztünk a következő témánkhoz, hogy vajon hányan szavazhatnak az Együtt PM-re. Nem olyan régen itt az ATV stúdiójában is, amikor Bajnai Gordonnal beszélgettem, és megkérdeztem, hogy nem lesz-e probléma ebből a 10%-os küszöbből, mivel ugye pártszövetségként nem 5%, hanem 10% lenne a bejutási küszöb. Azt mondta, hogy azért nem, mert 20%-ot fognak elérni. Ehhez képest, ez volt múlt héten, azt hiszem, vagy két héttel ezelőtt, ehhez képest most már nagyon úgy látszik, hogy végül is össze fog olvadni az Együtt és a PM, bár hangsúlyozottan átmenetileg, mert hogy azért mégiscsak kevésbé kockázatos az 5%-os küszöböt megcélozni, mint a 10-et. Akkor ezt most mire véljük? Szerintem kommunikációs bravúrt fognak végrehajtani, hogyha ezt meg tudják oldani. Már az is egy óriási problémát jelentett, hogy ugye ő egy széles összefogást akart talán egy szervezetet, és abból alakult gyakorlatilag egy párt, ami nem is tudta azt a nevet fölvenni eredetileg, amit szántak neki, hanem egy más nevet kellett. És most, hogyha kivált ugye az LMP, és akkor jött a PM, így lett az Együtt PM, és most létrehoznak még egy szervezetet, amivel közösen, mert azért azt lehet látni, több PMS is magánbeszélgetésekben is jelezte, hogy itt nem egyszerű összeolvadásról van szó, mert akkor gyakorlatilag feladnák a saját identitásukat azért, amiért kiszakadtak az LMP-ből. Tehát létre akarnak hozni talán egy újabb szervezetet is, hogy ezt hogy lehet lekommunikálni. Egy újabb szervezetet egy újabb névvel? Vagy egyszerűen Együtt PM, és akkor maximum a kötője maradt. Hát én szerintem nem engedhetik meg maguknak, hogy még egy harmadik nevet ugye most már ebből már viccet is űznek, hogy már követhetetlen. Tehát az Együtt még megmondod, hogy akkor ott van a 2014-ben, miért csak a PM. Szóval, hogy szerintem ez bonyolult. Van ebben kommunikációs kihívás, de én azt gondolom, hogy ez egy adminisztratív dolog, amit én korábban azon csodálkoztam, hogy ez nem, tehát hogy miért is jutottunk el oda, hogy valóban pártszövetségként indulnának, annyira egyértelmű, hogy ilyen rizikót nem szabad bevállalni, hogy én ezt tekintem egy logikus lépésnek és egy okos lépésnek, és nem azt, hogy kockáztatják azt, hogy esetleg nem jutnak be a parlamentbe. És hogy működik egy ilyen átmeneti összeolvadás, ahol már rögtön az elején azt tartják a legfontosabbnak hangsúlyozni a PM képviselői, hogy nem az ő bedarálásukról van szó? Hát én azt gondolom, hogy eddig is, tehát hogy amikor az LMP szakadás megtörtént, én akkor is azt gondoltam, hogy a PM számára ez a függetlenségi ambíció, az, hogy ők majd a zöld politikát egyedül tudják képviselni Bajnaitól függetlenül, ez egy vágyálom volt. Ebből a szempontból persze számít valószínűleg az identitásukban, hogy akkor most ők külön pártként tartják magukat számon, vagy az Együttel együtt vannak, és hogy gyakorlatilag így szervezetileg is egybe kovácsolódnak, tehát ez egyáltalán nem mindegy. De én azt hiszem, hogy ez eddig is egy iszonyatosan nagy kihívás volt, ezután is az lesz. Tehát én nem hiszem, hogy egy ilyen töredezett ellenzéki oldalon olyan nagyon egyszerűen meg tudná tartani a PM a saját identitását Bajnaitól függetlenül. Kihívás előtt áll egyébként az LMP is, ha már most említettük őket. Pont a ma reggeli híradóban láttuk, hogy Siffer András egyre erősebben fogalmaz a baloldali ellenzéki pártok felé is, meg természetesen igyekszik a kormányt is folyamatosan kritizálni. Mit hozhat ez a stratégia? Hát ez gyakorlatilag megmondhatatlan. Én azért sem az LMP, sem pedig az Együtt PM, vagy ami lesz majd a neve, nem játszanék arra, ami 2010-ben volt azokra a folyamatokra, azokra a protestszavazókra, mert most már mindenkinek van a politikai játszótéren valamilyen fajta előélete. Lehet ilyet mondani, senki sem parlament szűz, úgyhogy minden választónak, talán a friss választóknak nincs semmilyen élménye, akár Siffer Andrással kapcsolatban, akár Bajnai Gordonnal kapcsolatban, de ők szerintem erre már nem játszhatnak, itt most már nagyon erősen kell kommunikálni, és ebben egy kicsit azért hasonlítanak Gyurcsány Ferencre, rájött, hogy nem tud egy ilyen konszenzus teremtő laza politikát folytatni, hanem nagyon keményen oda kell ütni, és Siffer András gyakorlatilag egy irány utcába kormányozta be magát. Én általában azt gondolom, hogy a harmadik erőnek ebben a választógi rendszerben nagyon nagy esélye nincsen. Ez az új választógi rendszer leginkább, tehát például az NMP-nek és a Jobbiknak, ennek a két pártnak a leghátrányosabb. És viszont az a helyzet, hogyha mondjuk egy színpadon lehet látni, és Muck Kandort, és nem tudom, hogy Mesterházi Attilát, nyilván ez egy lehetőség, amit ki tudnak használni, de én azt gondolom, hogy rendszerszerűen vagy hosszú távon került olyan helyzeti hátrányba az NMP, amelyet még akár sem tud
nem tudom én, sem tudja őket megakadályozni abban, hogy egyébként nem fognak valószínűleg nagyon jól szerepelni, de az, hogyha mondom, minden szereplő összefog, ez egy lehetőség arra, hogy ők a kívülállásokat meg tudják mutatni, csak mondom, a rendszer az olyan, ami nem segíti őket. Köszönöm szépen, hogy ezt elmondták, köszönöm az eddigi figyelmet, most ismét híradó következik, aztán várjuk Önöket vissza.